A háború pusztítása mellett most a vízzel szenvednek meg a kelet-ukrajnai Kramatorsz lakói. Egy zsilip kapu roncsolódása miatt egy közeli tó víztömege elöntötte a város egy részét. Az áradat minden magával sodort, és házak tucatjait borította be iszappal. A mosógép leesett és elborította a sár. Mindenhol iszap van, mutatja egy helyi nő. Minden. A háztartási gépek, a bútorok, a ruhák úsztak, és minden merő mocsok lett. Felsorolni sem tudom, hogy mennyi minden. A férjem autója, nagyapám autója, kerítés. 20 embert evakuáltak a városrészből, átmenetileg egy iskolában szállásolták el őket. Természetesen aggódunk halljuk egy idős asszonytól. Azt mondták, hogy a víz már apad. Haza akarunk menni, és haza fogunk térni, hiszen mindenünk ott van. A házban nagyon sok víz volt, úszott minden, és ott vannak az állataim. Aggódom miattuk is. A háború Harkiv vízügyi infrastruktúráját is megviselte. Az orosz csapások megrongálták a vízhálózatot, ami egyes házakban áradást okozott. A helyi csatornarendszert tönkretették a bombázások, így sokan már nem tudnak a pincékben menedéket találni légiriadó esetén.